megtartották az idei utolsó rendes közgyűlést Szekszárdon. 24 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők, melyek közül többet is egyhangúlag fogadtak el. Ilyen volt például a város integrált településfejlesztési stratégiája, amire azért volt szükség, hogy az önkormányzatok következő években állami és uniós pályázatokon indulhasson. Szintén egyhangú döntés született arról, hogy az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság keretösszegét 6 millió forinttal megemelik. Ebből a pénzből a tagok 12 olyan sportegyesületet támogathatnak, amelyek az idén nem kaptak önkormányzati hozzájárulást. Ehhez viszont módosítani kellett a költségvetési rendeletet. Az Oktatási Bizottság elnöke egy másik előterjesztéssel is készült. Az Éjjel-Szekszárdot képviselő Murvai Árpád azt kérte a közgyűléstől, hogy a mostani 31 helyett jövőre 90 millió forintból gazdálkodhassanak. Ennek viszont már az előadása sem ment könnyen. Azt kérjük a tisztelt közgyűléstől, hogy a önkormányzat 2002-es éves bevételi forrásainak felhasználásából 90 millió forint összeget élősport és a bizottság feladatainak támogatására szavazzon meg. A kérés vitát szított a képviselők között. Zaják Rita polgármesteri tanácsnok például rendkívül túlzónak találta a keretösszegemelés mértékét. Ha jól számolunk, akkor 31 millió forint volt az idei évi támogatásra fordítható keret ezzel a 6 millióval együtt. Most ezt háromszorozná meg a bizottság. Szerintem ez így egy lépésben egy kicsit nekem soknak tűnik. Én azt gondolnám, hogy kisebb lépésekkel kellene haladni, és akkor eljutni tényleg rövid időn belül esetleg a 90 millió, vagy akár a fölé is, hogyha a takaró engedi. Máté Péter a Fidesz frakció vezetője szerint viszont nem csak az emelés mértéke lett volna túlzó, de a módja is problémákhoz vezetett volna. A kormánypárti politikus szerint ugyanis nem célszerű a jövő évi költségvetés elfogadása előtt kiadásokba taszítani a várost. A kocsi megelőzte a lovat. Költségvetés jövőre készül. A költségvetés elkészítése előtt ne döntsünk a költségvetésről előre, hogy hova garantáltan mennyit fogunk elkölteni. Ez nem is értem. Tehát eddig ilyen nem volt, lehet, hogy... Nem volt eddig ilyen. Ez nem azt jelenti, hogy az összeg nem lehet annyi. De hát várjuk már meg a költségvetést. A zöld brigád fenntartása jövő évtől a polgármesteri hivatal feladata lesz, így a kertészeti, parkgondozási, zöld felület karbantartási, temetőüzemeltetési és köztisztasági feladatok ellátása miatt létszámbővítést is tervez a hivatal 2022-ben.